Szomek, az egy jó kérdés. Igen. Nem tudom, valami képregényes dolgot magyarázott a Csabi. Magadnak, de hogy valami hangfestő szót. Igazából az Anek mi vagyunk, a név fogalmunk sincs, hogy mi. Az a lényeg, hogy másnak között valamiben a gondolatában, és így lett a név kitalálni. Az Anek, hát az Anek az egy képregény. Képregény? Igen, a Nagy Dávid azt mondta, hogy Zamek, ez Zamek. Zamek az az, amikor tudod, van egy ilyen képregényszerű valami, és akkor jó pofán csapnak, mondjuk én is pofán csapnál téged, mert most ez egy ilyen képregénybe szeretnünk, akkor kiszedták írni, hogy vrum, bring, bam, bing, bong, és Zamek, és még mellé. És ez a Zamek. Állítólag. Azt mondja, amikor a képregénybe pofán basznak, és akkor azt írják ki a képregényből, hogy Zamek. Ennyi a Zamek. Zamek, a rock'n'roll-ra. Gyakorlatilag mindenről. Az élet nehézségéről, meg... Hát amiről éppen akarom. Nekem miről szól? Hát rock'n'roll. Rólunk, négyünkről szól leginkább. Fucking Dallas. Yeah. Részemről úgy, mint kurvára megmutat a öcsémmel, vagy remélem igazol. Heavy metal nem lesz az egész üzét, ilyen metálos zenéket, és nem igazán voltam is így, mert Magyarországon nem. Azt mondom, hogy kurva sok jó ilyen banda, meg tetszik a zenét, de nem ezt szeretem játszani. És utána Johnnyval egyébként is már volt egy ilyen előző kis próbálkozásunk, tehát a Mocskos Disznó, és ott azért megtaláltuk azt az ívet, azt a hangot, amire lehetett indulni, hogy később ezek után, amiután kitaláltam mindegyikön, hogy akkor abba adja az előző zenekarát, és megcsináltuk a miénket. Ebből lehetett táplálkozni még ebből az előző egyéves formációval. Persze közel sem az volt. Ez érdekes történet. Ez úgy alakult ez a banda, hogy először elkezdtük illegálisan. Mindenkinek volt zenekara. Ez alatt mit értesz pontosan? Milyen zenekarok? Nevezzem meg őket, belefér. Bőven. Csabiéknek volt a metárén, nekem volt a Boogie Man, meg a Józsikának. És elkezdtünk zenélgetni együtt, mert hogy ez milyen jó, hogy milyen fasz, hogy milyen jókat tudunk együtt inni, akkor gondoltuk, hogy mert együtt jól tudunk zenélni is. És valóban jó is volt. Egyébként van kötődése a Revolver zenekarnak a úgynevezett Dirty Pig zenekar az, ami az Amek elődje volt. Ugyanis a Bubi, aki most a Revolver dobol, ő akkor ott gitározott nálunk Dirty Pigsbe. Jó anyomta? Nagyon jó volt. Szerintem viszont dobon jobban tud. Oké, okay. Akkor megtartjuk. Tartsátok meg, megéri. És hol tartottunk? De igen, és akkor lett egy ilyen kisebb szünet, egy ilyen jó fél év. És utána gondoltuk a Csabi, hogy újra kéne indítani, akkor már csak négyen. Aztán megint döltöttük szépen, de aztán ez nem volt jó, nem tetszett senkinek, se csak nekem. És így lett Zamek, miután nyilván letévedt a Nagy Dávid a pokolgépből egy próbára, és azt mondta, hogy első hallásra neki az jutott, hogy Zamek, és akkor így lett Zamek. A banda, nekünk a bátyámmal volt egy előző zenekarunk, és akkor azt abba hagytuk különböző okok miatt, és akkor mondjuk, hogy akkor összehozzuk ezt. Stílusban meg mindenben különböző, mint a másik. A banda, hát úgy alakult, hogy volt először egy zenekar, a Dirty Pigs, ahol a Megyesi Gergő volt, a gitáros, a Csabi, a másik gitáros, a Johnny az énekes, a Dávidka a dobos, én pedig a basszus gitáros. És akkor ezt így megcsináltuk,
utána ez nem igazán jött, mert volt a Metári, meg a Boogieman, azt így szétcsúszkáltunk, meg minden. Utána jött a hihetetlen ötlet, hogy csináljunk egy új zenekart, új névvel, új, hát nem új emberekkel, régi emberekkel, csak Gergőnek jött a Revolver, és ezért nem tudok maradni, meg elkezdett dobolni. Úgy kb. Ennyi. Hogy érted? Hatások, hatások. Hát hatások az például aranyászok, gösszer. Hatásaim egyértelműen az amerikai zene, tehát ebben benne tartozik a blues. Nagyon sok, sok mindenben benne tartozik ez a ez a Guns N' Roses, ez a formula, de leginkább ami abszolút mint egyértelmű zenei stílus, tehát az Amerikán belül, ez a Texasból jövő, ez a déli jövő Southern metal, ez az, ami nagyon tetszik. Johnny Walker, és néha egy kis éger. Mindenféleképpen a Boogieman-ből való kilépésem. És zeneileg? Zeneileg új basszusgitár. Ennyi? Hát, leginkább a bátyám. Ilyen déli vonal, ez a panterás, zekvájdos valami, viszont benne van ez a magyar íz is, mivel hogy magyarul énekelünk, és nem fog megváltoztatni, mert én nem tudok angolul, és ezért csak magyarul fogunk énekelni, vagyis fogok én énekelni.